folyik itt? Hosszú mese! Váljunk szét és saljuk el a tömegtől! Ha legközelebb azt mondom, nem megyek ki, akkor nem megyek ki! Egy éhes bony a csapdába ejtett! Milyen az íz, amit a félelem keltett, ha? Mi van? Mi nem vagyunk elég jók áldozatnak? Komolyan? Tedd az ödőt! A füleimnek tévesztenek? Vagy az ifjak kötekedni kezdenek? Mint ha nem gondoltuk volna ezt végig! Ez a szokás hatalma! Aki elbújt, az többé nem kérlele. Csak megérzze, honnan jön a rúd félele. Hé, mi a bacsi? Sült félelem? Megint? Hoppá, én értem. Mind olvastunk mesét. Nehéz egy boszorkány élete. Folyton forró üstök, seprű ápolás, bűbáj, meg gyalázat és a többi. Így időről időre ugyanaz lesz a menedéke. Szerencsére van egy vadi új termékünk, direkt elfoglalt banyák számára. Az első nem természetes, az igazi pótlóélelem. Pont olyan, mint a gyermeki félelem. Három ízben is hozzáférhető. Ilyet miatt is áponyás. Mindegyik félelemkeltő. Kell hozzá egy kis pont olyan, mint a víz. Na, vagy az is. Pontosan addig kell keverni, míg mi biztonságba érünk, és voilà! Mondja ki szépen, hogy pont olyan, mint a gyermeki félelem. Mi azt mondjuk... Pont olyan, mint a csali. Na jó, ez nem volt vicces. Nos, legalább nem volt olcsó rémület. Na végre itt vagytok! Nincs semmi bajotok? Örülök, hogy megmentettetek a banyától. Mindenki nyugodjon meg! Itt van a polgárőrség! Szépen nyugodtan sétáljanak haza! A polgárőrség őrjáratozik, zöld vészjelzés van. És kék! Illetve kékes zöld. Türkész! Nem, annál kicsit zöldebb. A vészhelyzet szintje a pávakék. Maguk itt a polgárőrség. Magukat nem ismerjük, mi dolguk itt? Édességre vágyunk. Nem, annak már vége. Sose láttam ilyen vacak kutyajelmezt. Mi csak átutazók vagyunk. A bennlakó fogadóban vettünk ki szobát Halloweenre. Amúgy ennivaló kisváros, leszámítva a gonosz természet fölötti erőket. Érdekes. Épp akkor tűnnek fel, mikor egy boszorkány ijeszgeti a városunkat. Nekünk semmi közünk hozzá. Bizony, azon túl, hogy kicsaltuk és kivívtuk a haragját. Jöjjenek vissza a bennlakó fogadóba és bújjanak az ágyba. Márta a fogadós maga is hajdani polgárőr, de még hozzánk képest is túl rossz hiszemű és gyanakvó. Szóval vigyázzanak magukra, mert ez az egész város szemmel tartja magukat. Mindenki eredjen haza! A Halloween-t berekeztettük! Mamám, egy bószi és több évszázadnyi elsilányítás megy a süllyesztőbe. Micsoda, nyanya? Banyát akartam mondani. Elszólás. Na mindegy, szóval, micsoda, nyanya? Fred, ezt szóvicnek szántam. Hé, itt elvileg én vagyok zombinak öltözve. Bocs is, kacok. Szólnom kellett volna. Az a ház, az a banya. Már máskor is láttam, éppen Halloween éjjelén, 11 évvel ezelőtt. Épp itt voltál 11 évvel ezelőtt? Nem, épp ez az észvesztő. Egy másik államban voltam, Scottunok a tesómnál. Szembe ötlött egy ház, amit sosem láttunk. Ugyanaz, amit ma láttunk, és ugyanígy ránk támadt a banya. De másnapra eltűnt a ház, a bossi, az egész, sicsút felszívódott. Nyoma sem volt. Ez az első rejtély, amit nem oldottam meg. Szóval ezért gondolod, hogy Halloweenkor sosem járhat sikerrel? Tudjátok, van egy régi legenda egy Baba Yaga nevű boszorkányról. Az erdő mélyén lakott egy házban, ami óriás tyúklábakon tudott helyet változtatni. Tyúklábon? Mozgóház, tyúklábak, volt seprűje meg, ami kell. Várj! Tudjátok, mit jelent ez? Hogy a ház maga az a nyom. Vissza kell